11 tájba, a cukrászdába. Valaki, hogyha belép, még meglátja ám a mai mágusait, Winklert és Eldét, akik a kávéba tejet most kevernek épp, és az asztaluk mellett is ott van velük. Ernyőjük ráncába bújva egy etűd, ami a hangjait tekintve egyszerű ugyan, de meggyőző mágikus hatalma van. Éveken át csak a szertartások, amiket a nők, akik ott voltak, tagadnak mások előtt, és ahogy a közértbe mennek, reggeliért végül nem hisznek ennek a látomásnak, amit úgy éltek át, mint a szemeik előtt lepergett filmek hadát, mikben a hősöknek reggelre illatos fürdő, narancslé meg némi kávédukál. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazonáltal mennek, aminek korszokás, álmodozás. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazonáltal mennek, aminek korszokás, álmodozás. Winkler és Eldély a körúton állnak, arcukon serkedő másnapos szakálnak, amiben léttékről felcsekve lesik, hoz-e a sors valami villamos nekik, pedig a lelkük mélyén nagy hajóra vágynak, amit a déli tengereken átmuzsikálnak, a bárba várva meg egy árva hajnali vendég utolsó óhaját. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazonáltal, mindazonáltal mennek, aminek korszokás, álmodozás. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazonáltal, mindazonáltal mennek, aminek korszokás, álmodozás. Képzeletükben ez egy latin hajó, amit a fedélzeten is úszik a jó az idő. Néhány kis bikinibe bújt nő nem áll, nem megy, és nincs is idő ott a hajó, csak Winkler és Eldély állnak a megállóban, akár szerelmes párnak is nézhetnénk őket a színház felől, de túl nagy a szél, és a hajó bedől. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazonáltal, mindazonáltal mennek, aminek korszokás, álmodozás. Winkler és Eldély a hajóra mennek,